giga beruházás, már zajlanak a földmunkák a koreai cég leendő telephelyén. Hazai dinnye, már érik a nagycserkeszi dinnye. Vallási turizmus, számos lehetőséget kínál Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Már elkezdődtek a földmunkák az ország idei, eddigi legnagyobb beruházásának helyszínén a Nyíregyházi Ipari Parkban. Mint ismert, a dél-koreai WScope cég 1200 munkahelyet teremt majd 2024-re, egy közel 300 milliárd forintos fejlesztés keretében, s az elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát fognak gyártani. Dr. Kovács Ferenc polgármester kérdésünkre azt mondta, a megnövelt ipari parkban további 300 hektárnyi előkészítés terület áll rendelkezésre, ami ritkaság számba megy az országban. Magyarország egy újabb jelentős beruházási versenyt nyert meg, és egy újabb nagy koreai vállalati beruházás jelenthetünk be itt Magyarországon, amely az elektromos autóiparhoz kapcsolódik. Június közepén jelentette be Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy az ország idei, eddigi legnagyobb beruházásaként egy közel 300 milliárd forintos fejlesztést hajt végre Nyíregyházán a WScope. A dél-koreai cég első európai beruházásának helyszíneként választotta a szabolcsi megye székhelyet. A vállalat ügyvezetője, valamint a város polgármestere még múlt hónapban a sajtó nyilvánossága előtt írták alá az erről szóló szerződést. Azóta eltelt néhány hét, a munka elkezdődött, és kérdésünkre dr. Kovács Ferenc úgy értékelt, a város és térsége szempontjából is nagyon fontos a beruházás, hiszen a nagy foglalkoztatók dolgozóinak a fele nem nyíregyházi, és itt is hasonló arányok lehetnek. A polgármester hozzátette, ehhez még jöhetnek később akár beszállítók is. Emiatt az 1200-as dolgozói létszám összességében néhány száz fővel még nőhet is a dél-koreai projekt következtében. Világszínvonalon működő cég, aki első európai gyárát Nyíregyházán építi. És hogy építi, azt láthatjuk, ha az autópályán, ugye a debreceni és a Nagykállói lejáró közt Nagykállói irányába megyünk, jobb oldalon, minden nap, én már többször megnéztem, legalább 15-20 munkakép dolgozik, végzik a földmunkát, mert nagyon feszes tervük van, tehát ők már az alapozást az idén el akarják kezdeni, talán be is fejezni. Az a cél, hogy 24 végéig az első ütem elkészül, és az első gyártóegység beindul. A polgármester hangsúlyozta, a 2019-ben meghirdetett városvezetői program szellemében haladnak, melynek sarokköve a színvonalas munkahelyteremtő beruházások városba invitálása, egyúttal a nyíregyházi fiatalság hazahívása. Ennek első nagy eredménye az ipari park bővítése, hiszen a korábbi 127 hektárt 423-mal sikerült bővíteni. Azt gondolom, hogy elég ritkaság számba megy Magyarországon, hogy tavaly vettük a teket, és már az idén el is adtuk. A polgármester hozzátette, a 300 milliárdos beruházás idén eddig a legnagyobb hazánkban, és ez a projekt a beszállítókkal, szolgáltatókkal számtalan módon és területen fogja, és nem csak a szakképzésben érinteni a következő években a várost, bizakodása szerint pozitívan. A folyamat hónapok óta zajlik, több embert már felvettek, hétvégén pedig várják a koreai menedzsmentet, akik most már a városban is maradnak és irányítják, felügyelik a beruházást. A munka persze nem áll meg, a város vonzó hatása következtében az elmúlt napokban is volt két komoly céggel befektetői tárgyalásuk. Van még több mint 300 hektár területünk, és párhuzamosan végezzük ennek a már ténylegesen komoly ipari parknak a fejlesztési terveit, a fejlesztési koncepció már elkészült, de ugye ennek hagyni kell egy rugalmasságot a tekintetedben, hogy milyen befektetők érkeznek, milyen közműigénye lesz, mekkora területet vásárol, hogyan fogja beépíteni, hogyan működtetni, tehát itt számtalan olyan kérdés van, amit ugye előre nem tudunk. Dr. Kovács Ferenc azt mondta, arra törekszenek, hogy legyen egy rugalmas fejlesztési tervünk, és kihasználhassuk az előnyünket. Ilyen szinten előkészített befektetési terület, ami 300 hektár fölött van, jelenleg máshol nem nagyon van az országban. Kilátó a templom toronyban, zenés áhítat és a nemzeti szentély.
A vallási turizmus szempontjából is több lehetőséget kínál Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ide látogatók szempontjából. Nyíregyházán minden nap ingyenesen lehet felsétálni a római templom egyik tornyába, a hétvégén pedig ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket az evangélikusok. A 20. század közepén készült ez a kegyoltár, amiért a legtöbben ellátogatnak Mária Pócsra. 1696-ban Pócs falufa templomában a hívek lettek arra figyelmesek, hogy az istenszülő ikon mindkét szeméből folynak a könnyek. A könnyezés eseménye csodálattal töltötte el a jelenlévőket, a következő napokban pedig tömegek érkeztek a templomba, köztük császári tisztek, tisztviselők és más felekezetű hívek is. A könnyezés két hétig szünet nélkül tartott, majd kisebb megszakításokkal egészen december 8-áig tapasztalták. A könnyező ikont az osztrák császár és magyar király kérésére Bécsbe szállították. Az eredeti kép helyett egy másolat került Mária Pócsra, ami szintén könnyezni kezdett 1715-ben. A második könnyezés után az arándokok növekvő száma miatt a fa templom már nem tudta befogadni a szűzanya könnyező képéhez érkezőket, indokolttá vált egy új templom építése. Az elmúlt évtizedekben a görög katolikusok fontos helyszíne lett a Nyíregyházától fél órányira elhelyezkedő Mária Pócs. Évente 5-600 ezer zarándok és turista keresi fel a templomot, amit 2005-ben nemzeti szentélyé nyilvánítottak. Ez a lelkesedés, az a találkozás, ami folyamatosan történik, az a 21. században is folytatódik. És én azt érzem a legfontosabbnak, hogy aki rászánja magát, hogy eljön Mária Pócsra, akkor elsősorban önmagát hozza el. Ne csak a fizikai valóját, hanem a teljes emberségét, azzal az alapvető tulajdonságunkkal együtt, hogy hite van az embernek, azzal a tulajdonságával, hogy nyitott a természet fölöttire. Hogy fog ide bejönni, hogy nyitott ezekre a dolgokra, akkor nem fogja lekötni csak az a ragyogás, csillogás, aranyozás, színes képek, amiket lát, hanem önmagával fog találkozni. Önmagán keresztül pedig a Teremtő Istennel. Hiszen az egész csoda ezért történt, a könnyezés 1696-ban, aztán 1115-ben és 1905-ben, hogy az Isten megszólította az embert. Aki idejön, és ezzel a nyitottsággal jön, ő is ezt fogja megtapasztalni, Isten megszólította, és ő választ adhat erre. A Nemzeti Kegyhely oldalán elérhető a Mária Pulcsi búcsuk és zarándoklatok rendje is. Többek között augusztus 8-án kezdődik majd az ifjúsági gyalogos zarándoklat, és augusztus 13-án és 14-én lesz a Nagy Boldogasszony napi búcsú. Ez pedig már a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyháza Nyíregyházi Kossuth téren. A város turizmusának egyik fontos eleme a belvárosi templom, ahol tavaly egy kilátót alakítottak ki az egyik toronyban. Az ingyenesen látogatható attrakció minden nap reggel 9 órától délután 5 óráig fogadja az érdeklődőket, természetesen csak akkor lehet felsétálni, amikor épp nincs mise a templomban. Ha felmászunk 94 lépcsőfokot, 28 méter magasból tekinthetjük meg a belvárost és a környékét. Egyrészt nekünk ugye ez egy lehetőség arra, hogy megmutassuk azt, hogy kik vagyunk, hogy megmutassuk a hitünket, a közösségi életünket, hogy az emberek figyelmét egy kicsit ugye a transzcendens, a túlvilági dolgok felé irányítsuk. És hát például egy templom toronynak ugye mindig is ez volt az egyik fő funkciója, hogy fölfelé húzza az emberek tekintetét, és most pedig, hogy a toronyba fel is lehet menni, most pedig segít abban, hogy egy kicsit úgy felülről nézzék a dolgokat. Tehát ilyen szempontból is nagyon jó ez, hogy megvalósult. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség is várja az érdeklődőket zenés áhítatra július 17-én, vasárnap este 18 órától az Evangélikus Nagy Templomban. Az esten közreműködik Bátori István bolonyai orgonaművész, a belépés díjtalan lesz. Beértek az első kisalagút alatt termedényék a Nyíregyháza közeli Nagy Cserkeszen. Eddig leginkább Görögországból és Spanyolországból importált görögdinnyét árultak a boltokban, azonban mostanra a kínálatban megjelent már a magyar dinnye is. Én még szeretek meggyőződni arról, hogy ezek a szárak ilyen barna, cukorszerű nedvet nyomnak ki magukból. Ez arra utal, hogy megfelelően érett és édes a dinnyénk.
Megkezdődött az egyik legnépszerűbb nyári gyümölcs szezonja, érik a magyar dinnye. Idén úgy tűnik, drágább lesz a termés. Ennek egyik oka, hogy emelkedtek a termesztés költségei, az aszály miatt pedig öntözésre is szükség van. Az aszály ellen csak öntözéssel tudunk védekezni, ugye ezt nyilván ezt csinálom, hogy öntözöm a területet, és megadok mindent a növénynek, amire szüksége van. Viszont a légköri aszály az olyan magas, hogy ebben a helyzetben se lehet annyit öntözni, mint amennyire a növénynek szüksége lenne. A dinnye még mindig közkedvelt nyári gyümölcs, amit a legtöbben a mai napig kopogtatással választanak ki maguknak. Decsi Vendel vállalkozó már közel egy évtizede foglalkozik dinnyetermesztéssel Nagycserkeszen. Idén július 3-án kezdte a görög dinnyeszedését, és a szezon várhatóan augusztus közepéig ki fog tartani. Ő azt mondja, a jó dinnye kiválasztásánál mindig több szempontot is figyelembe vesz. Dinnye szedésénél több szempontot veszek figyelembe. Az első a külső héj színe. Általában, mikor már javába szedjük, akkor ő mutatja is magát, tehát már ránézésre tudom, hogy melyik az érett dinnye. Ilyenkor az elején általában még nem lehet tudni, hogy biztosan jó-e, ezért több szempontot veszek figyelembe. Az első ugye a külső helyszín, aztán megpaskolom. Általában, hogyha mélyen kong, vagy ilyen dübögős hangja van, akkor meg van szakadva a dinnye. A fiatal vállalkozó csak belföldi piacra értékesít, állandó vásárlói vannak, akik folyamatosan visszajárnak hozzá. Azt mondja, úgy tűnik jó az idei termés, és egyelőre a tavaly évhez képest magasabb áron is lehet értékesíteni. A ráfordítási költségek viszont magasabbak lettek. Jelenleg 3-400 forint között alakul kilónkénti ára. Azt tanácsolja, hogy aki jó dinnyét szeretne vásárolni, azaz alábbiakra figyeljen. A hasán legyen sötét sárga folt, a hangja pedig kongjon, mert akkor biztosan nincs túlérve és megszakadva, hanem zamatos és ropogós. Több mint 300 millió forintos Európai Uniós támogatásból fejleszt a nyílászárók gyártásával foglalkozó nyíregyházi vállalat. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Ráfutásos baleset történt a Váci Mihály úton. Egy külföldi rendszámú kis teherautó és egy személyautó ütköztek. Személyi sérülés nem történt, a helyszínen rendőrök intézkedtek. Csütörtökön este a 4-es számú főúton kőlaposnál karambolozott több autó. A sérültet a mentők kórházba szállították, a helyszínen a rendőrök intézkedtek. A Bátori utcán útfelmarás lassítja a közlekedést, a munkálatok ideje alatt egyirányú a forgalom az érintett szakaszon. Az Országzászló téren a szegélyköveket bontják, hétfőn folytatódnak a munkálatok, mely ideje alatt forgalomkorlátozásokat vezetnek be. Megkezdődtek a Realterm Kft. Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések. A nemrégiben nyert több mint 300 millió forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás célja, hogy a nyílászárók gyártásával foglalkozó nyíregyházi vállalat bővítse kapacitásait, valamint fejleszze eszközparkját, információs és kommunikációs technológiai kompetenciáit, készségeit. A beruházás összértéke 500 millió forint, az elnyert támogatás összege 314 millió 300 ezer forint. Két témakörre koncentrálódik a fejlesztés. Az egyik egy informatikai képzés, aminek a keretein belül egy kollégát egy informatikai Excel tanfolyamra irattunk be, illetve technológia fejlesztésre koncentrálódik még, ezen belül is egy új megmunkálóközpontot szerzünk be, illetve a üzemen belüli anyagmozgatást, ablak, késztermék és keretek mozgatását automatizáljuk. Dr. Szabó Tünde olimpiai világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, szakedző, kormánybiztos és országgyűlési képviselő volt, a Példaképek közelről elnevezésű program legutóbbi vendége. Az Aquasport Egyesület 3 éve indította el a sorozatot, amellyel motiválni próbálják a gyerekeket. Nyíregyháza komoly példaképe dr. Szabó Tünde, mind a sportolói, mind a civil életben is sok mindent elért, hangzott el a legutóbbi Példaképek közelről rendezvényen. A város országgyűlési képviselőjének rengeteg titulusa van, az előző ciklusban sportért felelős államtitkár volt, most kormánybiztos, de mellette ügyvéd, sportjogi és egészségügyi szakjogász is. Nyíregyházán kezdte sportolói karrierjét, majd olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó lett. Az Aquasport Egyesület tagjai Szabó Tünde életpályáját ismerhették meg csütörtök délután.
A mai világ már tényleg arról szól, hogy hogyan tudjuk ott tartani a sportágban egy-egy gyermeket, a délutáni szabad foglalkozásukat, hogyan tudják ott tartani munkában a szakemberek, hogy ténylegesen ezt válasszák. Ugye rengeteg sportág van, a sportág választók elindultak, mindenki verseng a gyermekekért, és ezért is fontos az, hogy elmondjuk nekik a mi történetünket, kérdéseket megfogalmazhatnak, és igenis szembesüljenek azzal, hogy sosem volt könnyű az élsport. Persze nem mindenkiből lesz világklasszis, nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy mindenki sportoljon, és mindenkinek lehetőséget kínáljunk arra, hogy bármelyik sportágat tudják űzni. A Sportegyesület 3 éve indította el a programsorozatot, hogy ezzel is motiválják a gyerekeket. A tanulás és az élsport összhangját is próbálják hangsúlyozni a résztvevőknek. Meg tudjuk mutatni ezeknek a gyerekeknek test közelből, a példaképeken közelről, hogy azok az emberek, azok a sportolók, akik innen származtak, vagy az ország más részéről, és bármelyik sportágban élsportolók és komoly eredményeket elért versenyzők, mire vitték, milyen kitartással, amellett, hogy jól tanultak, és a civil életben is megállták a helyüket. Az Aqua Ese 5 héten át tábort is szervez a gyerekeknek a nyári szünetben, a mostani már a 3. hét volt. Egy-egy turnusban nagyjából 120-130 érdeklődőt fogadnak. Állatkert látogatás, edzések, oktatások és csapatjátékok várják őket hétről hétre a közösségi építőtáborban. A Sportegyesület toborzása majd szeptemberben kezdődik. Bíznak benne, hogy a táborozó gyerekekkel is találkoznak majd újra ősszel. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Már elkezdődtek a földmunkák az ország idei, eddigi legnagyobb beruházásának helyszínén, a Nyíregyházi Ipari Parkban. Mint ismert, a dél-koreai WScope cég 1200 munkahelyet teremt majd 2024-re, egy közel 300 milliárd forintos fejlesztés keretében, s az elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát fognak gyártani. Kilátó a templom toronyban, zenés áhítat és a nemzeti szentély. A vallási turizmus szempontjából is több lehetőséget kínál Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ide látogatók szempontjából. Nyíregyházán minden nap ingyenesen lehet felsétálni a római templom egyik tornyába, a hétvégén pedig ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket az evangélikusok. Beértek az első dínyék a Nyíregyháza közeli nagy cserkeszem. Eddig leginkább Görögországból és Spanyolországból importált görög dínyét árultak a boltokban, azonban mostanra a kínálatban megjelent már a magyar dínye is. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírműsorral legközelebb hétfőn jelentkezünk. További kellemes estét és szép hétvégét kívánok Önöknek. Viszontlátásra!